Gázfogadó állomás, robbanás volt Püspökladányban, a hőhatástól a redőnyök is megolvadtak. Zöldváros program, elkezdődött a Déri tér felújítása, december végéig tart a munka. A Nemzet színésze emléktáblát helyeztek el Kóti Árpád egykori lakóháza falán. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a Napszemle. November 18-a hétfő van. Mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Gázrobbanás történt hajnalban Püspökladányban. A gázfogadó állomáson egy 1 méter átmérőjű vezeték hasadt meg, majd belobbant a kiszivárgó gáz. A közeli utcákban több házon megolvadtak a redőnyök. Személyi sérülés nem történt. A gáztározóban a tüzet már 5:30 előtt megfékezték a tűzoltók, utána a begyulladt nádast és körbálákat oltották el. Nappali világosság, méteres lángok, egy püspökladányi készítette ezeket a felvételeket, hajnali 3 körül hatalmas robbanásra ébredtek a sárréti város lakói. Látszik itt a szomszédban ennyi hőt onnan átadni, de ez nagyon nagy volt, nagy probléma volt én szerintem. A hatalmas hő hatására a néhány száz méterrel lévő utcában több épületen megolvadtak, eldeformálódtak a redőnyök, a telep körüli föld pedig üvegessé égett. A katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult a helyszínre és kezdte meg az oltást, közben a gázszállító cég szakemberei is megkezdték a munkát. Azonban a vezetéket gyakorlatilag percek alatt kiszakaszolták a kollégák, és ezzel megakadályoztak egy nagyobb arányú gázkifúvást. Az eddigi adatok szerint egy 1 méter átmérőjű vezeték hasadt meg, emiatt lobbant be a gáz. A vezeték egy darabja a robbanástól 150 méterre repült. Az oltásra és az utómunkákra Hajdú-Bihar mellett Szolnok és Békés megyékből is érkeztek tűzoltók. A begyulladt gázkitörést 5:30 előtt sikerült eloltani, utána az égő ajnövényzet és bálarakás adott munkát a 40 tűzoltónak. Jelenleg azt vizsgálják a tűzoltók, hogy hogyan történt ez a hasadás, illetve mi okozhatta ezt a tüzet. Helyszíni szemle után majd egy tűzvizsgálat fogja a keletkezési okot feltárni. Az oltás ideje alatt lezárták a 42-es főút Püspökladány és Báránt közötti szakaszát. A forgalom itt csak késő délelőtt indult meg. Elkezdődött a Zöldváros program részeként a Déri tér korszerűsítése. Emiatt ma reggeltől forgalomkorlátozás lépett érvénybe a környéken, ami várhatóan a munka befejezéséig, vagyis december végéig tart majd. A tervek szerint több mint 2000 négyzetméter zöld felület újul meg. Az aszfalt bontásával ma elkezdődött a Déri tér felújítása. Ide kiskockás térköveket raknak majd le. 2100 négyzetméter zöld felületet újítanak meg, 900 négyzetméteren lesz új gyep, és több mint 800 cserjét is elültetnek. Így néz majd ki, ha elkészül. Ez a beruházás is része a Zöldváros programnak, aminek októberi bejelentésénél Papp László polgármester arról beszélt, hogy ez csaknem 18000 négyzetméter közterületet érint. 2020 végére, 21-re Petőfi tértől egészen a Déri térig egy teljesen megújult, sokkal zöldebb, nagyobb mértékű zöld területeket magába foglaló belvárossal lesz gazdagabb Debrecen. A Déri tér belső területe megmarad, csak a külső leromlott állapotú részeket alakítják át, egyebek mellett új növények ültetésével és térkövek elhelyezésével, még az öntözőrendszert is kibővítik. A városi főkertész szerint a múzeum hangulatához illő átalakítást végeznek. Az a cél, hogy van 3 nagyon fontos turisztikai látványosság Debrecenben, Kölcsei Központ, Déri Múzeum és a Nagy Templom, és ezek között jelenleg nem biztosított a zavartalan gyalogos átközlekedés, ezt szeretnénk elősegíteni ezzel, hogy itt előtérbe helyezzük a gyalogos közlekedést. Ez azt is jelenti, hogy a tér két oldalán ezután nem lehet parkolni, ma forgalomkorlátozás lépett életbe, a Múzeum utca továbbra is átjárható a Fűvészkert utca és a Posta átjáró irányából, viszont a Perényi utca felé már nem lehet behajtani. Az önkormányzat ezért azt kéri, hogy az autósok fokozott körültekintéssel vezessenek a környéken. A Déri téren a gyalogos közlekedés továbbra is biztosított lesz, a kivitelezés az időjárástól függően várhatóan december végéig tart majd. A Napszemlét Kavabik László tudósította.
Lassan halad a forgalom az Erzsébet utcán. Csőtörés miatt kellett lezárni egy szakaszt átmenetileg a nagyállomás közelében. A meghibásodott vezetéket már kicserélték a debreceni vízmű szakemberei. Az utat várhatóan csütörtökre állítják helyre. Jelentős torlódás volt reggel az Erzsébet utcán. A forgalom csak egy sávon haladt a nagyállomás irányába. Csőtörés miatt kellett lezárni a belső sáv egy szakaszát. Szombat délután érkezett bejelentés a debreceni vízműhöz, hogy nagy mennyiségű víz folyt az aszfalton. A 300 mm-es azbesztcement csőre létesített ingatlan bekötő vezetéknek a elkorradált bekötő békjóját kellett lecserélnünk, hiszen ez ment tönkre. Ennek a cseréje megtörtént a vasárnapi napon. A haladást sebességkorlátozás is lassítja. Átmenetileg 30 km/h lehet itt közlekedni. A hiba elhárítása miatt ki kellett zárni ezt a vezetékszakaszt, ezért néhány órás vízkimaradást tapasztalhattak a környéken lakók. A szakemberek kedden leaszfaltozzák az érintett útszakaszt, így az időjárástól függően várhatóan a csütörtöki nap folyamán újra két sávon haladhatnak az autósok az Erzsébet utcán a nagyállomás irányába. A vízmű szakemberei egyébként ma kezdték el a hálózat tisztítását város szerte. A munkával előreláthatóan december közepéig végeznek. Addig egyes helyeken átmeneti vízhiány is előfordulhat. Tovább emelkedik a gázolaj ára. Szerdától literenként 3 forinttal lesz drágább a dízel. A benzin ára most nem változik. Tudta meg piaci forrásból a holtankolja.hu szakportál. Gázolajat 408 forintért lehet tankolni a hét közepétől. A benzin továbbra is 385 forintba kerül. A változást a Brent típusú olaj árának emelkedésével indokolják a szakemberek. Legutóbb múlt szerdán módosított az árakon az olajipari társaság. Akkor a gázolaj 3 forinttal drágult. Tankolás előtt most is érdemes tájékozódni, mert a debreceni kutak árai között komoly különbségek is lehetnek. Leleplezték a Nemzet színésze, a Csokonai Színház örökös tagja, Kóti Árpád emléktábláját egykori lakóháza falán. Ezzel tisztelettek születésének 85. évfordulója alkalmából pályatársai és tisztelői. A Déri Múzeum dísztermében tartott visszaemlékezésen Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, és Hegedűs D. Géza színészrendező idézte fel Kóti Árpád személyiségét és művészi pályáját. Kóti Árpádra a Déri Múzeum dísztermében emlékeztek pályatársai és tisztelői. Személyes hangvételű sztorikkal, anekdotákkal idézték fel a Nemzet színészének pályáját. Hegedűs D. Géza, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, Kóti Árpád egyik interjújából olvasott fel részletet, ami a fiatalember 50-es évekbeli pályaválasztásáról szólt. Beadtam a jelentkezésemet a Soproni Erdőmérnöki Egyetemre, a Budapesti Testnevelési Főiskolára és a Színművészeti Főiskolára. Mindegyikre fölvettek. Fogalmam sem volt akkor még arról, mi a színészet. Addig jószerivel színházat sem láttam, de azt gondoltam, ez a leglinkebb pálya, több, mint tanulni meg dolgozni kéne. Úgyhogy ezt választottam. Kóti Árpád 1963-tól egészen haláláig, 2015-ig volt a Debreceni Csokonai Színház tagja. Évekig dolgozott együtt Vidnyánszky Attilával, aki azt mondta róla, hogy mindig megmaradt Kóti Árpádnak, hiszen olyan erős személyiség volt, hogy magához idomította azt a szerepet, amit éppen játszott. Vidámsága, életöröme, legendás. Hát a humora, az életérzés, ami belőle sugallt, egyszerre volt egy nagyon mély komolyság, tehát nem lehetett felkészületlenül jönni hozzá próbálni, mert elvárta azt, hogy adja meg az ember így a tiszteletet, ugyanakkor volt egy ilyen költői lazaság az egész lényében. Művészi pályája során mintegy 200 szerepben lépett színpadra. Kóti Árpád munkásságát Kossuth és Jászai Mari díjjal ismerték el. Debrecenben 2014-ben az év művészévé is megválasztották. A 85. születésnapjára készült emléktábla még halála után is vidámságot csalt tisztelői szívébe. Megérkezett az emléktábla, és volt benne egy veszőhiba. Úgy érkezett meg, hogy a Nemzet színésze helyett a Nemzet szín esze, és ez nagyon jellemző volt Árpira, ezért meséltem itt el ezt a kis anekdótát így az egybegyülteknek. Kóti Árpád 81 éves korában hunyt el. Mától egykori debreceni lakóháza falát díszíti ez az isztriai mészkőből készült emléktábla, amit Kóti Árpád özvegye, Debrecen polgármestere, valamint a pályatársak és a művész tisztelői koszorúztak meg.
83 éves korában elhunyt Csende Sándor. A Hajdú-Bihari Labdarúgó Szövetség tiszteletbeli elnökének munkáját az UEFA és az MLS is elismerte. Csende Sándor pályáját a Tóth Árpád gimnáziumban kezdte testnevelő tanárként. 21 éven keresztül volt a megyei szövetség alelnöke, közben az MLS elnökségi tagjaként és a Magyar Amatőr Labdarúgó Liga alelnökeként is tevékenykedett. 37 éven keresztül dolgozott a Debreceni Egyetem testnevelési tanszékén. Kulcs szerepet játszott a Deac csapatainak utánpótlás nevelésében. Munkájának elismeréseként átvehette a Magyar Labdarúgásért Érdemérem aranyfokozatát is. Akadálypálya és fegyverbemutató. Nem unatkoztak ma a Bocskai kerti Német László általános iskola diákjai. A Honvédelmi Sportszövetség programjának köszönhetően ugyanis 45 felsős ismerkedett a két világháború történelmi eseményeivel és a honvéd hagyományokkal. A projekt egy háromnapos felvidéki kirándulással zárul. Kúszás felfelé a padon, csimpaszkodás mászás a bordásfalon, majd lecsúszás és végül bukfenc a szőnyegen. Alaposan megdolgoztatta a gyerekeket a tornatermi akadálypálya. Iskolánk 1,4 millió forintos anyagi támogatásban részesült a Honvédelmi Sportszövetség által. Ennek keretében iskolai akadályversenyen, második világháborúhoz kapcsolódó egyenruha és fegyverbemutatón, illetve szintén a második világháborúhoz, a kassai bombázáshoz kapcsolódó helyszínek megtekintése fog megtörténni a héten egy háromnapos felvidéki kirándulás keretében. A tornaterem után egy másik, a közösségi terem következett. Itt egy első világháborús tűzér egyenruhába öltözött honvéd hagyományápoló várta a gyerekeket. Harckocsik láztalpának lerobbantására, bunkerek felrobbantására is lehetett használni. Az ötödikeseknek a korabeli fegyverek és a katonai felszerelések tetszettek leginkább. Nekem a gránátok tetszettek a legjobban, meg a kenyérzsák, mert az olyan igen praktikus volt, és hogy meg a kulacs, hogy mutatták, hogy az aljában van ez a kis csésze, és hogy oda tudták önteni a vizet, abból ittak. Az előadás végén a diákok kézbe is vehették a bemutatott fegyvereket, katonai eszközöket. Nagyon figyelmes közönség volt, nagyon ügyesek voltak, szépen csendben végighallgatták, hát a főleg a fegyverzeti bemutató azt tetszett a gyerekeknek, ez amit játékokból ismernek, de ott nem mondják el, hogy mennyire veszélyesek ezek a fegyverek. A program zárásaként a már említett kassa mellett ellátogatnak majd a diákok, többek között Felsőhalasra, valamint megnézik a Szepesi várat is. Végtelen végeken. Ez a címe Mihacs Gábor díszletjelmez és bábtervező kiállításának, amit a Vojtina Bábszínházban lehet látni január közepéig. Mintha egy mesevilágba csöppent volna a látogató. A tárlaton Mihacs Gábor által tervezett bábokat állították ki. Az elmúlt 10 évben több mint 60 előadás látványvilágát álmodta meg. Ezek közül most 8-at láthat a közönség. Van itt olyan báb is, ami egy hétig készült. Ebben az évadban a Vojtina Bábszínházban a Csizmadia, a Szélkirály és a Nyúlpásztor esete, valamint a Liba Pásztorlány című előadásokban is életre kelnek alkotásai. Jobban szeretem azt, ha a rendező arról beszél, hogy mik az érzései a darabban, mint arról, hogy konkrétan mit szeretne látni. Mert én az ő érzéseit vagy a gondolatait le tudom fordítani a vizualitás nyelvére. Azt hiszem, vagy hát igyekszem, ez lenne a munkám. Eddig tartott ma a Napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Irodóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Én köszönöm a figyelmünket, viszontlátásra!